ismeri, imádja, aki nem, hát itt az ideje, hogy megtapasztalja. A Thai Chili Wok Bar mottóját követve most mi is megtapasztaljuk az igazi thai konyhai ízeit, varázsait, mégpedig egy százados vezénylésével. Itt áll mellettem Kam főszakács, aki 20 éve él Magyarországon, így azt hiszem nyelvi problémáink már nem lesznek. Mi lesz a mai menü, Kam? A mai menü az a fogunk főzni a thai tom yum leves, ami isteni. Fino. Milyen hozzávalók vannak? Van itt ugye minden. Tom yum pasta, ami teljesen fűszerkeverék, vörös hajma, csak nálunk lehet kapni kalanka, és citromfű, minden tájföldön importálják. A másik meg itt a vad citromfű, ami természetesen, hogy a... Ennek már csak így nagyon jó. Csak így lehet, hogy szoktunk kitépni, pici és beledobjuk a levesbe, és teljesen, hogy fönn dobjuk az extra íz, ami finom lesz. Jó, akkor szerintem kezdjünk is hozzá. Na, akkor kezdjünk. Hát először a természetesen, hogy alaplé, már megfőztük. Ez egy fűszeres alaplé, igaz? Igen. Be lehet tenni a tom yum pasta. És következő lépés, kalanka és citromfű. Utána jöjjön a rák. Nagy királyrák, 4 darab szoktunk rakni. Leves. Az egy levésbe, ez egy felnőtt adag. Igen. Hozzávaló mit, hogy gomba, meg a vörös hajma, és paradicsom. Pici rakjuk a cukó, kell használni kicsi cukó, hogy íz legyen. A citromlé. Ami friss citrom lány. Ki van nyomva, lány nyom. Vele tessük a pici a hanszós. Hanszós, igen. 3 kanál érkezés. Azt hiszem, hogy már a tom yum rábevesz már készen is vagyunk. Ez maximum 3 perc. Maximum 3 perc. Gyorsan, mint egy instant leves. Minden. És friss hozzávalókkal, friss zöldséggel, friss. Természetesen. Jól tudom ugye, hogy a tájok akár reggelire is képesek levest tenni. Nálunk természetesen a több fajta leves, nem csak tom yum leves, hanem a rizs leves, vagy ilyen tészta leves, akár a renkerizsként is esznek. Nem csak könnyű éten, nem csak mint a Magyarországon.